Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek a Crysis 3 multiplayer beta játékot, ami, ahogy mondtam, egy beta, vagy kinek hogy tetszik. Tehát ez még nem a végleges, lesznek még változások benne. Gondolom optimizálják jobban a játékot, mert most vannak hibái. Gondolok itt egyenesen a grafikai részre. Tehát, hogyha mindent felállítunk maximumra, akkor egyszerűen játszhatatlan a játék, mert ilyen 7-8-10 FPS-sel megyen csak a játék. De ha leteszeljük médiumra, akkor olyan 30 FPS azért megvan. De mivel én frepszel veszem fel a videót, ami tudjuk, hogy pluszba eszi a gépet, legalább 10-15 FPS, ezért én is FXAA-ra állítom, mivel láttam, hogy mások is így próbálták, és jól ment nekik. A Full HD-ba veszük fel. T-Rexi most rakott ki nemrég egy videót, ahol 1440p-be csinálta a videót. Szóval az egy brutális felbontás. A V-Sync-et én kikapcsoltam, de mondjuk be is kapcsolhatnám, mert nem volna változás. A beállításokat Very High-ra tettem. Ezt mindjárt meg is mutatom. Tehát látszik, hogy minden fel van téve maximumra. A blurt azt nem, mert azt egyszerűen nem szeretem, hogyha minden világít. Szóval így van. Lássuk is. Akkor fontos tudni, hogy ez csak multiplayer. Ezért keresünk is egy olyat, aminek jó a pingje. Itt ez múzeum. Map múzeum. Crash site. Hát ez nem Hunter, mert van Hunter mód is, de most mi Crash Site-ot megyünk, mert az valamivel izgalmasabb. De remélem, ha a netem is úgy akarja, akkor nem fogunk lagolni se. Tehát ilyen a betöltőképernyő. Elég dizájnos. Csak most picit lassabban töltve, mert megy a freps és több energia kell neki. Ez máskor ilyenkor már be van, beszokott tölteni ennyi idő alatt, lényegtelen. Tehát itt vannak információk, mivel van többfajta karakter is, amit majd mindjárt meg fogtok látni, lehet válogatni köztük. Írja a szerver nevét, a köszöntőjüket, fontos információkat a pályáról kapcsolatban, stb. És mi rólunk, mivel én már tegnap játszottam, van is 3 videó fent YouTube-on, kommentár nélkül, amit megnézhettek. Tehát én játszottam, elértem úgymond az 5-ös szintig, 1290 XP-vel. Tehát most már igazán betöltetne. Tehát ennyire eszi a gép a frepset. Vagyis a freps ennyire eszi a gépet. Ha kikapcsolnám, azonnal végig menne. De most már hagyjuk, akkor csak betölt. Vagy lehet pont pályaváltás van, és azért szivat ez itt engem. Mindegy, megállítom és betöltés után jövök. Így van, kikapcsoltam a prepset, körülbelül 3 másodperc alatt betöltött a pálya. Tehát itt vannak fegyverek, itt vannak a karakterek, hogy mikkel lehet menni. Ez például Assault, van Scout. Tehát ezeknek mindegyiknek más fegyverük van, amit basszus nem akartam, de mindegy, nem lehet visszamenni. Mindegy, majd ha meghalok. Szóval itt van maga a játék. Ezt megyünk és kinyírjuk, ha nem vesz észre. Van ilyen. Low ammo. Kicsit belagoltam. Meg felvesszük a fegyverét. Tehát ez az alappálya, mert ez volt például az alfa verziónál is, amiről nem lehetett videót feltenni, mert ilyen zárt körű tesztelés volt, amire nekem hál' Istennek volt szerencsém kipróbálni azt is. Tehát látszik, hogy megy szépen. Ah, itt van egy még jobb fegyver. Tehát ez nagyon durva ez a fegyver.
De hát maga a játék elég szép. Valahonnan lőnek rám. Vannak itt ilyen érdekes dolgok, hogy ugrásnál megnyomom a C-t, és akkor úgy, mintha döngölne a földbe. Elég durva, de nem tudom, mi értelme van. Itt is van egy ember, akit szépen megsütünk. Az meg, én akartam. Mindegy. Megyünk tovább. Átcsessze meg. És lelőttek. Na hát szóval, ez egy ilyen. De nem tudtam nektek. És mutatja, igen, hogy hogy öltek meg az én pozíciómat is. És pont van szerencsém, hogy felvettem egy ilyen. De megmutatom nektek a C-vel mit csinál. Na jó, pont nem. De majd mindjárt. Hát maga a játék, vannak benne még bugok, mert szerintem kurvára erroros még. Mivel olyan FPS ingadozásuk van, hogy felugrik 50-re, utána visszaesik 20-ra, utána beáll viszont stabilan megint 30-ra. Úgyhogy nem stabil egyáltalán. És a vicc az egészben, hogy az alfánál is pont így volt. Pedig azt gondolná az ember, hogy azóta kijavították, és nem. Van gránátunk is, és belagoltunk. Bassza meg. Szóval, ezek itt már nagyon prók mondjuk. Még nekem nincs is egy normális fegyverem, mert nem ezt a karaktert kellett volna válasszam, de mindegy. Véletlenségből oda kattintottam. Megpróbáljuk a C-t. Jó lenne már lelőni. Hol a faszomba bújt? Tehát itt is el lehet rejtőzni. Kloákánk itt is van. Van ilyen védelmünk is. Pont mint a Crysis 2-ben, amit megnézhettek a... Szedtünk fel ilyen kis szart. Amit megnézhettek, mert most csinálom a végigjátszást a Crysis 2-ből. Szóval... Most mi megállunk egy kicsit, hogy töltsünk. És megyünk tovább. Hát nekem ez a map például nem jön be. Túl sötét, itt van az első skillem, és ketten jöttek egyenesen rám. Nem baj. Bemegyek itt alól, mert úgyis innen megy mindenki fel. Nem tudom, nekem nem jön be a játék. Szóval a részemről abszolút nem évi játéka. Bár lehet, hogy a single player része jobban be fog jönni, de maga ez a multiplayer nem jön be. Tehát ez volt a... ez a rész. Most akkor mutatok nektek egy Hunter módot. De még egyet próbálok menni. Hát, és akkor mutatja itt a statisztikát, vagy score. Itt is score van, tehát nem azt számít, hány embert lősz le végül is, vagy igen. Hanem, hogy mennyi pontszámod van. Van egy perc, még akkor nem kezdek neki új videó, új pályának. Úgy is változni fog, és ha minden igaz, Hunter mód lesz. Tehát itt a... ezt beaktiváltuk. Valakit le kellene lőjünk most így a vége előtt. Van 31 másodperc.
Igen, még egy valakit kinyírtunk. Ennek is van itt valami normális a fegyvere. Vagy csak volt. De itt is van egy. Igen. Ez is jó, ilyen tűzhányó. És vége a pályának. Szóval ez lenne a múzeum pálya, ami nem Hunter mód. Utolsó előttiek lettünk, de nem is ez a lényeg. És akkor mutatja a legjobb pillanatokat a játékba. Tehát a legjobbakat, akik voltak. És mi tőlünk is egy kis részletet. A betöltőképernyő szinte semmit nem változott. Itt megmutatja, miket kaptunk meg. Tehát Tonhin Battlefield 3-ban ő a szintünk. Szóval ez nekem teljesen olyan, mint... Bocsánat, mint a Battlefield 3-at játszanák. Ez a rank cucc. Na mindegy. Tehát elfogadjuk. És akkor itt már minket automatikusan betesz egy másik játékba. A következő meccsre is. Hát itten látjuk, ez már gyorsabban betölt. Az előbb nem tudom, mi történt a Frapszel, miért állított úgy be. De most, ahogy látom, most 40%-nál akad meg. Nagyon remélem tovább megy. Így van. Itt is mutatja magának a pályának a leírását, a radart, stb. Hát most bent is vagyunk. Na és akkor most megmutatom újra a karaktereket, anélkül, hogy rákattint rá. Tehát itt az Assault, itt vannak a fegyverei, amik nem lehet váltogatni. Van a Sport, itten ez Shotgun, amit én az előbb véletlenül azt nyomtam. Van a Sniperös, ez Sniperrel távcsövet kapunk hozzá, stb. Van maga a Gunner, de a gránátvetővel ezek a nehéz súlyok. És itt lehet elvileg válogatni a Custom Class 1-2. De látom, ha lejár az idő, akkor automatikusan oda tesz, ahol neki jól esik. Most kicsit világosabban, szóval jobban látszik a grafika is, szebb. Hát itt van például egy víz, látszik, hogy nagyon szépen meg van csinálva. Belemozog az egész, szép, nagyon. Igen. Menjünk vissza. Menjünk fel és védjük meg ezt. Valahogy. Tehát innen tudunk felmenni. Remélem sikerül. Éppen hogy. Van ketten is. Egyet sikerült leszedni, de leszedett. Na hát ennyi volna ez a map. Most akkor nézzünk egy Hunter módot, ami sokkal látványosabb. Hozzá kell tennem. Szebb a grafika is. Hát igen, itt van, tehát ez volt maga a Crash Site. Múzeum, és most jön egy Hunter mód. Ha találunk egy szervert, ami nincs tele. Igen, itt is van. Hunter. És ugyancsak a múzeumnál, de tegyünk már egy airportot, mert az szebb. Crash Site megint. Hát nincs Hunter módban, üres szerver. Mindegy, rámegyünk ide, hát ha várólistára tesz minket. Megyünk, nézzünk rosszabb pinggel. Hunter Airport, itt van. Jó. Tehát, és megint. Tehát ilyen gyorsan betelnek a szerverek, nagyon sokan játsszák, nagyon sok embernek tetszik a játék. Én kivétel vagyok. De bemutatni? Bemutatom azért. Na nézzük hát a Airport Hunter. Itt is van egy. Ez az, ide sikerül belépnem. Így van.
de berakja az egész listát, kik vannak a játékba. Itt lehet a kosztomizálni az equipmentet, de amit előre beállítunk, de engem ez nem izgat, mivel csak éppen bemutatom. És ahogy van hely, vagy kezdődik úgymond a pálya, mivel itt vége kell legyen, nem hiszem, hogy berak akármikor. Így várunk egy csöppet. Hát ez Hunter Standard Airport. In progress, most már indulunk lassan. Nagyon szépen meg vannak csinálva ezeknek is az effektek, blur neki, shadow, minden. Tehát maga a menü tetszik így, ahogy mozog. Ez nagyon szép, 40 másodperc votálásig. Hát most, na, most van vége a pályának. Még mappot akarják. Hát én az airportot akarom. Igen, az első volt, megvolt tőlem. Remélem, hogy a többiek is ezt választják, és nem feleslegesen jöttem ide. Ja, de várja, Airport Crash Site. Na nem baj, úgyis jó, megmutatom először nektek így, és utána majd a Hunter módot még egyszer. Csak maga, hogy a mapot lássátok, hogy milyen. Mert szerintem nagyon odabasz. Hát az, ez a pálya, ez fasza. Van visszaszámlálás, szépen kattog. Így van, remélem most nem fagyok ki. És mégis 16%-nál az első betöltés nem nagyon akar menni, ahogy látom. Szóval, ez most nem tudom, a Fraps hibája vagy maga a játék hibája. De meg fogom állítani és betöltöm is, utána megint jövök. Addig is türelem. Itt is vagyok, újabb 4 másodperc az életemből. Tehát itt betölti a karaktert, nagyon remélem. Igen, mi megyünk Assault-ra, és be is tett. Tehát valamiért a grafikát nagyon széthúzta most. Ez most what the fuck. Mintha a videójátékot játszanák ilyen 100 évest. Na jó, most sem betölt lassan. Érdekes. Tehát ez maga a pálya. Betölt lassan. Tehát látjátok, hogy jól néz ki nagyon. És ezen a mappen nagyobb FPS is van. És a fegyveren is látszik, hogy nagyon magány közül valaki X-File-on nagyon, vagy Steam-en nagyon ír. És meg is van az első lelövés. Leütöttek pontosabban, utána lelőttek. Hát szóval ez lenne maga a pálya. Lehet egy ilyen repülőgép szerencsétlenségnek az áldozatai vagyunk. Ilyen körülmények között megy a videó. Játék. Hát megvan az első kinyílt ellenségünk. Ott fent szoktak ülni általában. Ezért oda dobtam. De ide próbából nincs több gránátom, mindegy. Gondoltam, lökök le egy gránátot, hogy lássátok milyen. Hát ő már egy Hunter. Aztán megvan a második kinyílt ellenség is. Hát ez pörgősebb. A Hunter mód nekem nem tetszik egyáltalán. Az nekem nagyon unalmasnak tűnik, mert lelőnek, utána mész íjjal vadászni úgymond a másokra, ami elég, mivel hogy gyors mozgások vannak a játékban, elég korán látszik. Defend. Igen, na jöjjünk ide, védjük meg. Még le nem lőnek, és akkor utána. Innen fog valahonnan jönni. Szerintem. Hát
spádat. Na jó. Akkor most már tényleg mutatok nektek egy Hunter módot. Yes, és utána megyünk az egyik ismerősömmel. Játszunk egy kis Left 4 D2-t. Tehát Join Match, keresünk egy Hunter, Museum, Airport, és minden szerver tele van. Hunter, Airport. Hunter, Hunter, itt van hely, ez az. És már nincs hely. Beszarás. Crash site. De nekem Hunter. De itt azt mutatja, hogy... Na ez az. Végre. Maradjunk a Crash site-on. F2. Én is tudok szavazni annak ellenőre, hogy még nem vagyok bent a játékba, úgymond. Tehát 6 másodperc, és megmutatom nektek, hogy milyen a Hunter mód. Most is kifogok, nem fogok kifagyni. Így van. Szépen betöltöttünk. Ugyanígy lehet karaktereket választani. Én maradok ennél, meg se várom, hogy betöltsen, és akkor waiting for players. Várjuk a játékosokat, a map remélem be fog még ma tölteni. És nem marad ilyen szar. Ez nem tudom most minek a hibája. Na végre. Játék vagy. Hát itt van. Itt az a lényeg, hogy itt az nyer, aki a legtovább életben marad. Így. A textúra nem nagyon akar betölteni. Legalábbis nagyon lassan. És le is lőttek. És akkor nézzétek meg, most Hunter leszek. Ha minden igaz. És nem. De most akkor ez most... Nem Hunter mode lett? Bassza meg, megint rosszra mentem rá. Na jó, keressünk egy Hunter módot most már, mert ideges leszek. Közben a telefonom is csörög. Join match, most már mindegy milyen pálya, csak legyen már valami Hunter mód. Game type, Hunter, Museum. Itt ezen kevesen vannak, csak kurva egy a ping. Mindegy. Leveszem a hangot a telefonnak, hogy ne csörögjön hangosan. Így van. Na jó, magas ping miatt elszálltunk. 200-as ping, nem semmi. Kisebb cuccra hiába megyek rá, mert akkor ott meg, ha nem lőnek le, akkor basszatom az egészet. Itten. Na jó, kivárjuk, mert nincs más választás. Addig viszont megállítom a videózást. Sikerült találnom egy szervert, már benne is vagyunk a játékba, és töltünk is be, mert látom, nagyon gyorsan váltott mappot, szerencsénk volt. És végre Hunter mód. Így van, itt csak háromféle karakter van. Nem olyan sok, mint a többit, nem is lehet sajátot csinálni. Tehát van ez, van a sniper. És a ranger, mindegy, automatikusan pár másodperc után betesz. Tehát itt az a lényeg, hogy ki tud a legtovább életben maradni. És mindig kapunk ilyen, mint ahogy ír egy Survivor bónuszpontokat, 10, 20, 50. És van ez az idegesítő hang. És az a probléma, hogy ezek a hunterök, vagy nem is tudom mik, hogy szinte láthatatlanok. Tehát csak itt egy ilyen, úgymond az aurájuk látszik. Ott lesz most egy például. De őket is le lehet lőni. Ott látszott egy. Tehát... Hát ez a rossz benne, hogy nem is láttanak.
És le is lőtt. Tehát így látszik, hogy egy ilyen átlátszó valami. És már itt állt mellettem, és nem vettem észre. És most mi is ilyenek leszünk. Tudunk nyíllal lőni. És ha találunk valakit, akkor azt így le tudjuk szedni. Hát ezt már lelőtték előttem. Ő is egy hunter. Jó lenne valakit találni. Na, és hogyha lejár az időnk, akkor kérje, hogy félredöntöm, és újra betesz rendes katonának. Na hát, szerintem ez ennyi idő bőven kevés. És nem tudom. És itt van 5 kör, tehát ebbe az 5 körbe kell menni. Na most megint kezdjük elejétől. És ez szerintem unalmas. Főleg, hogy ilyen kevesen vannak egy ilyen mappon. Tehát itt van olyan megoldás, hogy most elbújok. Mi ne találjanak meg, vagy megyek, de lelőnek. Nem tudom. És ahogy észrevettem, mikor van ez a nagy kattogás, olyankor van a közelembe. Ez vett magának védelmet. Ide be lehet bújni? Cseles, nagyon cseles. Mi itt meghúzódunk. És itt nem megy az, hogy elbújjunk. Tehát hiába nyomom az ebetűt, nem történik semmi. Búj ide melléim a csém. Hát itt hiába nyomom az ebetűt. Hát semmi értelme, mert nem rejt el minket, és nincs védelmi funkció se. Semmi. Hát hallom, már itt lövöldöznek rám. Tehát itt van valahol, itt van, láttam. Bassza meg. Ezzel így, itt vagy. Kap be. Tehát leszettem egy Hunter-t. Tehát ez a gránáttal látszanak. Csak hát ilyen gránátból egy van. Úgyhogy szopás. És lelőtte. Na hát, ez lenne a Hunter mód. Úgyhogy szerintem ennyi elég is belőle. Hát, köszönöm szépen a figyelmet. Akinek tetszik, majd vegye meg, játssza. További kellemes időtöltést. Sziasztok!